És üdvözlők minden hallgatókat Győrtől, Gyúrújfalúig és Gyűrűfalútól Győrig. Tudtok még ilyen Győrű? És keresek ilyen Győrű. Gyűrűfagyárba. Így. És innen is nagypacsi a győrieknek, szevasztok. Ez a Szabad Európa Podcastnak az október 23-ai adása. Szembe velem Lilla. Igen, Rist Lilla. Jobbra tőlem Zimre Zsuzsa. Vagy a... Nem, ezt nem lőjük le. Ne jó? Lőjük le nem, a poént. Nem. Digi. Bürger Zoli, sziasztok. És én pedig Áron vagyok. Sziasztok! 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 Hát a választás, hogy ki mennyire lepődött meg? Én nagyon. Egyrészt nagyon meglepődtem a fővárosi eredményeken, személyesen. Másrészt másnap reggelre, mire azért fölébredtem és befolytak az adatok zöme, akkor nagyon meglepődtem azon, hogy a MSZP körülbelül 5% körül, 5-7% körül szerepelt a... Az Budapest, mert Pest megyében ráadásul ilyen még alatta volt igen, ennek. Igen, nem, tehát hogy az MSZP tulajdonképpen nem beszakadt. Én örülök neki, de ez egy magánvélemény. És nagyon meglepődtem azon, hogy a, tulajdonképpen a 10-15 ezer fő fölötti településeken úgymond nem a kormánypártok szerepeltek a legjobban, hanem a, akár az ellenzéki összefogásnak hívott választási csoportosulás, akár civilek, de akik szemben indultak a Fidesz-KDNP szövetséggel. Azt kell, hogy mondjam, amennyire én átnéztem meg, amennyire én emlékszem az adatokra, tulajdonképpen többséget szereztek a városok számában, tehát több városban vesztett úgymond a Fidesz, mint hát legalábbis én ez, én már nagyjából így emlékszem, igen. Attól függetlenül, hogy ugye végigolvasva mind a két oldali sajtót, már amit elolvasok a hivatalos. De te olvasol jobboldali sajtót? Én olvasok jobboldali sajtót is. Állat! Én olvasok jobboldali sajtot is, illetve hát egy-két ilyen statisztikát. Várjál, de mit nevezünk jobboldali sajtónak? Hát, hát nem a pesti srácokat, meg az Origót, mert őt azt nem olvasom, de mondjuk a Válasz Online-t én abszolút jobboldalinak tartom. Ja, hát jó, hát a Válasz, oké, jó. Tehát nem 888, nem, meg. Igen, nem propagandát. Nem, de sajtóról beszél. Jó, oké, de ez fontos tisztázni szerintem egy ilyen szituációban. Illetve az M1-nek van, vagy a Kossuth Rádiónak vannak azért hírei, amit néha meg szoktam hallgatni, amit nyilván az ember megpróbál a helyén kezelni, de néha azt gondolom, hogy statisztikai adatok begyűjtésére teljesen jó. Mert ugyanazt nem mondták, hogy 15 ezer fő, mi történt a 15 ezer főnél nagyobb településeken, de azt viszont elmondták, hogy összességében a kormánypárti indulók több szavazatot kaptak, mint a legutóbbi választáson. Egyébként ez tényszerűen tulajdonképpen igaz. Igen. Tehát, hogy ezek azok a adatok, vagy ezek azok az eredmények, amik engem például nagyon megleptek. És akkor itt most elkezdhetünk belemenni, hogy melyik részéről kezdjünk el beszélgetni. Hát egyébként engem az érdekelne, hogy szerintetek miért volt ilyen arányú a... Vagy miért volt lehetséges egyáltalán, most, hogy most 3 millió embernek, ugye azt szoktam mondani, hogy 3 millió embernek most ellenzéki önkormányzata van a településén, de szerintem viszonylag nagy alányú áttörést ért el az ellenzék, de hogy ennek vajon az volt az oka, hogy a kampányban voltak mindenféle izgalmas elemek, és itt gondolok a győriekre is, vagy pedig az elmúlt 4 évért kapta a Fidesz ezt a pofont, vagy hát a kormánypártok, vagy a jellemzően, hogy ők voltak a legtöbb helyen önkormányzatban, hogy vajon az volt az oka, hogy nem nagyon annak ellenére, hogy dübörög a gazdaság, mégis valahogy elmaradtak azok a változások, azok a fejlesztések, amiket egy dübörgő gazdaságban szerintem elvártak volna az emberek. Hát, hogy vajon a kettő közül melyik inkább oka ennek, ennek az áttörésnek? Én azt tapasztaltam, én szavazatszámláló bizottságban ültem benne, és azt tapasztaltam, hogy sokkal nagyobb arányban szavaztak az emberek helyi szinten a polgármesternél,
mondjuk egy ellenzéki jelöltre, vagy egy civil jelöltre, viszont ugyanezek az emberek behúzták a megyei listán a Fidesz. Tehát én azt látom, hogy hiába fideszes valaki, ennek ellenére a saját lakókörnyezetében azt részesíti előnyben, akiről úgy gondolja, hogy többet fog tenni a lakókörnyezetéért. És ez például Pomázon, ami egyébként egy 18 ezeres város, vagy majdnem 18 ezer lakos, nagyon szépen látszik, hogy a legtöbb ugye a Fidesz jutott a Pest megyei közgyűlésbe, ennek ellenére nagy arányban nyerte meg a polgármester választást egy civil, függetlenként induló civil jelölt. Abszolút azt gondolom, hogy nem feltétlenül fontos itt már a párt, tehát helyi szinten nem a párt kapcsolódást nézik az emberek, hanem azt, hogy ők mit gondolnak, hogy nekik mi a jobb. És ez úgy tűnik számomra, hogy bejött a többieknek is, mert hogy ugyanezek az arányok voltak körülbelül a környező agglomerációs településeken is. Egy van, ahol a Fidesz nyert, megmaradt, az Dunakeszi egyébként a teljes. Tehát itt nézve, amikor... Megfót. Egyébként Szentendén is utólagos reakcióból nekem inkább az jön le, hogy valóban, hogy amit te is mondasz, hogy igazából azért voltak mérgesek az emberek, mert azok a néhány egyszerű kérés, ami nem minden esetben jogos is, de hogy ezek vagy nem teljesültek, vagy ennek a teljesíthetőségéről nem volt megfelelő kommunikáció. Hát valóban, és kampányok közben nem volt Szentendén, mert bocsánat, mert is a szerintem máshol se volt. Hatalmon levők oldaláról én nem tapasztaltam nem. Érdemi kampányt, azon kívül, hogy szép, felkerültek a plakátok azért a látogatókra. Igen, nem volt. Tehát, hogy nem lehetett egy kampányért büntetni őket, hanem sokkal inkább azért. Nekem az a koncepcióm erről, hogy most történt az meg, hogy sikerült az embereket megszólítani. Tehát, hogy eddig is az volt, hogy nagyon nagy, hogy körülbelül az emberek fele volt fideszes, és a másik fele meg az összes többire voksolt. És az a felállás, hogy most ők kényszerűségből, mert hogy úgy alakult a választási törvény, ahogy alakult, csak úgy lehetett megnyerni ezt a választást, hogyha ők összefognak. Ahol ez sikerült, vagy a pártok kivonultak, vagy a civilek egy kicsit fentebb emelkedtek, ott az embereknek volt kire szavazniuk, és ezt meg is tették. Én nekem az a gondolatom, hogy ezt megtették volna már korábban is, hogyha ez a új erőtér kialakul, de ez nem jött létre. Én gyakorlatilag azt is gondolom, hogy sokat köszönhetünk emiatt a Fidesznek, hogy ez az összefogás valamiképpen létrejöhetett, mert a választási törvény kényszerítette ki ezt a helyzetet, amiben a Fidesz vált a legnagyobb erővé, és nem dőlt ki egy másik olyan egyedüli párt, aki hasonló súlyú lett volna. Én azt, hogy ezek a pártok itt most együttműködésre kényszerülnek, szerintem abban óriási lehetőség van, és óriási az a lehetőség, hogy nekik együtt kell működniük, ez a demokráciának szerintem az alapja, hogy meghalljuk a másikat. Szerintem az kulcs, amit mondhatok, hogy igazából a Fidesz ugyanannyit vitt el, mint korábban. Tehát semmivel sem kisebb a tábora, de nem arról van szó szerintem, hogy a többi párt meg egyszerűen csak összeadódott, hanem annál lényegesen többen mentek el szavazni egy csomó városban, nem csak itt a szűkebb környezetükben, hanem mindenféle más városokban is. Tehát nem csak annyi történt szerintem, hogy na akkor végre az egy tömbben szemben van egy másik tömb, akik vagy meg tudják magukat szervezni, vagy nem lásd Fót is. És a többi helyen, ahol azért ez nem mindenütt történt meg, hanem valami más is kellett. És szerintem nem az történt, hogy az ígéreteket nem tudták betartani, hanem szerintem az stílusból lett elég. Nekem ez a megérzés. Nem tudom mérni, nem de a Pomásztól elkezdve ott van a... Ja, jól Érd, Mészáros T. Rengeteg olyan hely volt, ahol az embereknek
tehát az embereknek elegük van abból, hogy az egy dolog, hogy lopnak, de hogy még bunkók is, és még fennhordják az órukat, és hogy nem válaszolnak a kérdésekre, és nem kommunikálnak megfelelően. Ja, viszont a központi ízét azt tolják, tehát hogy ebből szerintem elegük volt. Függetlenül attól, hogy jó volt-e a jelölt, vagy nem. Szerintem a propaganda is lealacsonyító egy bizonyos szinten és, már. És ezért van, hogy nem minden fideszes húzta be a civil jelöltet a megyén, de nyilván van egy olyan réteg, tehát a Fidesz szavazóban is van egy 20%-nyi olyan szavazó tömeg, aki gondolkodik, és azt mondja, hogy jó, én szeretem valamit, még mindig Orbán Viktor, mert biztos megvéd a migránsoktól. Na de helyben én Vácot, hát én mégiscsak a lokálpatrióta Váci Egyesületet húzom be, mert hát már elegünk van a Fürdős Attilából is. Tehát hogy szerintem ez... Igen, én egy kicsit annyiban erősítenélek meg, hogy én így a magam gondolataiban, illetve itt-ott olvasott komolyabb elemzésekben ott kezdeném, hogy... Tehát kezdeném Budapesten a 1-2-12-vel. Na, én azt nem értem. Ami... Tehát... Azon túl, hogy beütöttek az MKKP-sok. Igen, jó. Például... Kovács Gergőből ön követett képviselő. Mit fog csinálni? 25 méter magas szobrot állított magának a helytetőre. Megígérte. Na, hát és megteszi! Na, hát ez valami. Ez igen viszont konkrét. Csinált ilyet valaki? Nem. Na, ennyi. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy 10 év Fidesz kommunikációt végignézve, eljutott az önkormányzati választás volt szerintem az, ami és a legszörnyűbb kommunikációs szintre süllyedt. Most arra gondolsz, hogy ennél jobb volt a menekültellenes úszító kampány 2016. októberében? Mert szerintem nem. Megmondom, hogy miért volt más. Borkai meg... Megmondom, de nem. Tehát azért volt más a mostani, mert a lényeges, tehát a legnagyobb különbség az volt, hogy amíg mondjuk egy országgyűlési választáson volt központi viszonylag három nyilván üzenet, ami egy most marketing szempontból, de ki volt találva, egységesítve volt, le volt vezényelve, addig most, ahol én szembe találkoztam mindenféle kampány üzenetekkel, hát azoknak a zöme az olyan volt, hogy megpróbálta a helyi csinyovnik még hozzátenni a saját maga által kreált és hozzáképzett dolgokat, és iszonytatóan silány. Lesilányult, még a központi utálagazáshoz értél. De minden esetet, tehát amit én elkezdtem mondani, tehát ha nagyban nézem, én azt gondolom, hogy az egyik fő oka az a központi kommunikáció, hogy szerintem a Fidesz elkezdte elveszteni a tömeg háttér értelmiségi bázisát. Oké, szóval ne feledd. Szentendrei polgármester vasárnap délután 4-kor kiposztol egy olyan képet a saját Facebook oldalára, hogy egymás mellett van ő áll középen, jobbra Rogán Antal, balra Kubatov Gábor, egy ilyet, hogy ők is támogatják Tehát, hogy, és amit mondasz, arra akarok ráadásul, szerintem fingja nincs, hogy milyen a városa. Uh-huh. Tehát, hogy kik az ő szavazói Szentendrén, hogyha azt hiszi, hogy Rogán Antal meg Kubatov Gáborral kell neki vasárnap délután 4-kor még pózolni a Facebookon. Uh-huh. Tehát nincs, elveszették a kapcsolatot. Hát ő valószínűleg azt akart ezzel mutatni, hogy hozom a pénzt, nem? Hát, mert vannak kapcsolataim a pártomon belül. De ezt te látod bele. Szerintem ezt ő, az ő fejében ez volt. Igen, de ő nem tudja megítélni, hogy Rogán Antal és Kubatov Gábor ciki. Még az ő szavazóiknál is. Én szerintem... Bocsánat, csak úgy... Ráadásul ugye ezzel ijesztegették, vagy ez volt az üzenet, hogy ha nem fideszes polgármester lesz, akkor elzárják a pénzcsapokat, és itt vége azoknak a településeknek, aki... De ez a bűnti. Igen, de erről már statisztikailag is bebizonyították egy hosszú cikkben, nem igaz, be fogjuk linkelni. De kommunikációban viszont működhet, mert nem mindenki ja, persze, világos, de már be fogjuk linkelni, akkor azt a Válasz Online-os. Ők voltak, akik utána meg elemezték is. Ugye ők előtte is nagyon sokat cikkeztek arról, hogy mi lesz az eredmény, és legjobban találták el, belinkeljük majd azt. Szerintem az... Bocsánat, csak hogy ne feledjem szavam, hogy beszeretném feljelni. Tehát én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog,
hogy a Fidesz szerintem elkezdte elveszteni az értelmiségi hátországát, és ezt én azzal látom igazolni ezt az állítást, hogy egyrészt a nagyon nagy városokban, másrészt pedig a 10 000, tehát hogy igazából a városi lakosság, ahol azért arányaiban nagyobb számban van értelmiségi, illetve arányaiban sokkal közelebb van talán Nyugat-Európához a gondolkodásmód, sokkal európai gondolkodásúak az emberek, sokkal jobban elfogadják az Európai Unió tényét, mint létezését, és én abban látom egy kicsit, hogy ez a fajta értelmiség kezd elfordulni a... Nem, ez már elfordult. Nem, azért nem. Tehát, hogy nem, csak hogy egyszerűen eljutottad, hogy vállalhatatlan lesz maga, mint párt. A másik, amit te mondtál, hogy a kommunikáció az egyre arrogánsabb és egyre pökhendibb, amit ugye főleg helyi szinten aztán még kevésbé tolerálnak az emberek, hiszen ha csak belegondolok egy 15 000-es Pomázba, vagy 17 000-es Pomázba, egy 25 000 Szentendrére, egy 600 fős falura, azért ott sokkal jobban ismerik egymást az emberek. Biztos, hogy nagyon sok átfedés van ismerősök között, pártszimpátia, nem mindenféle gondolkodásmódban, és szerintem sokkal nehezebben tolerálják azt, hogyha valaki magaslóról pökhendien beszél. És a harmadik, amit talán vagy az Áron mondott, hogy igen, nem ismerik a várost, nem ismerik a lakhelyüket, és nem foglalkoztak a egyszerű, de a mindennapi életben meglátszó problémákkal. Egy egész jó elemzést olvastam valahol, hogy Dunakeszi azért tudott, mondjuk Szentendrével volt összehasonlítva, Budapest környéke, az egy ilyen félkamú oldal, nem? Nagyon fura, mert ez viszont egy jó cikk volt. Nagyon fura, én ezt lementettem direkt, ez egy tök hosszú és jó cikk volt. Dunakeszi, ahol megmaradt a fideszes polgármester, például a cikk szerint egyáltalán nem alkalmazott, szinte nem alkalmazott országos kommunikációt. Országos kommunikációt szinte nem, egyáltalán nem alkalmazott. Sokkal jobban időzítette az átadását, az ilyenkor szokásos átadjuk a dolgokat. Tényleg kész volt, és főleg iskolát és egészségügyi intézményt adott át, út és nem tudom, meg mindenféle kamu, félkész helyet. Tehát, hogy meg sokkal jobban el tudta érni a helyieket, és ezért ő valószínűleg sokkal jobban maradni is tudott, és a lényeg ugye, hogy nem alkalmazta ezt az országos lejárató hangnemű cikkizős, nem tudom én milyen, bökhendi beszélt. Az volt egyébként, hogy csak ott kerültek elő ilyen, hogy mondjam, aljas megoldások a kampányban. Konkrétan úgy érezte a helyi Fidesz, hogy veszélyben van az ő pozíciója. Tehát ott, ahol nem érezték magukat veszélyben, ott nem volt kampány. Nem. Én ezzel nem értek egyet. Egyébként Lilla akart az előbb beszélni, de most akkor én, ha már állam van a szó, szóval, hogy például szerintem Pomázon nem érezték a vicsék, hogy baj lenne, és Budakászló. Mégis volt lejárató. Szerintem Budakászlón aztán végképp nem érezték az Rogán Lászlóék, hogy ott baj lesz, és ott is volt lejárató. Ez szerintem tök egyszerű, Jurák Kata itt lakik a környéken, és ő ezeket így módszeresen végigjárja, és ír pesti srácokban hosszú cikkeket ilyen lejárató. Szerintem csak ennyi, hogy neki van egy ilyen fókusz, mert itt lakik. Ha nem itt lakna, hanem nem tudom, Győrben, akkor... Lehet, hogy megígérséget fog mondani, de Győrben azt a botrányt, azt nem az ellenzék robbantotta ki, ugye? Nem tudjuk, hogy ki robbantotta. Én szerintem valamelyik titkos szolgálat. Úgy tűnt egyébként, hogy őkül szolgálat. Ellenzéki titkos szolgálatokat nem. Nem, szerintem külföldi. Külföldi, igen. Én szerintem igen. És mi az Audi megbízásából, vagy mire gondoltak? Valahova valamit nem jól csináltak a fiúk. Hát igen, vagy a pénzek, és akkor Maldív, meg Seychelles-szigetek, meg Horvátország, vagy Győr, és a németek, és tehát valamit valaki valahol ott elbaszott. Mert az azért tisztán látszik, hogy Győrben olyan embert indítottak a Borkai ellen, aki úgy tűnt, hogy ugye magasan nyeri meg ezt a választást, akinek így nem volt tétje. Jó, de ez nem egy erős ember. Igen, azt mondom, igen, hogy nem egy erős embert indítottak ellene, mert ez a mindegy, rakjunk bele. De ezt a Cegléd írt erről, hogy ez egy kurva gáz, hogy
oké, mindenki tud stratégiába gondolkodni, ez valóban jó, hát Győr nehéz behúzni, de azért ne írjuk le, mert nem lehet tudni, és ez most bebizonyítod, hogy lesz-e véletlenül valami, hogy mi volt a Simicskánál, milyen bomba? Atombomba, hogy ledobják-e a politikai atombombát, mert a Győrbe ledobták. Tehát, hogy nem szabad elengedni semmit, ebből is látszik. Én valami jó esmét akartam mondani, hogy az látszik, szerintem, hogy ezek a lejáratú kampányok itt vidéken helyben nem működnek. Tehát, hogy itt ismerik az emberek egymást, nagyjából tudják, hogy ki kicsoda. Itt tényleg látszik, hogy ki mit csinált, mit tett ezért a faluért, városért. Nem lehet kamuzni. Mert hogy gyakorlatilag erről van szó, tehát hogy mondhattak a Leidingerről, nem tudom, hogy Egyiptomban mi történt, meg hogy... Migráns simogató például, de hogy ez nem működik, mert itt van derapadtak, itt dugó van, itt utak vannak, itt iskolakerítés, festés van, és látszik, hogy ki mit csinál ebben, és látszik, hogy ki mit tesz bele ebbe, és ez, tehát, hogy amikor így nagyban lehet hatni az ösztönökre, akkor itt látszik, hogy kicsiben azért mégse lehet annyira, hogy itt látod, hogy milyen az utad, meg a dugód, meg az iskolád, meg a infrastruktúrád, akkor olyan nagyon nem lehet. Jó, de ebből akkor az következik, hogy nem is fog ez kihatni majd 2,5 év múlvára? Tehát, hogy tömjük az országgyűlés ugyanúgy be tudja húzni adott esetben a Fidesz, mert hogy országosan azért működik a lejárató kampány, mert hogy ott nem nézik annyira, nem ismeri egymást 10 millió ember. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy... Szerintem egy kicsit ez egy tanulási folyamat volt az emberek számára is, hogy így elöntött minket ez a migráns kampány, ez az ösztönökre ható félelem, remélható kampány, és akkor látszik, hogy nem erről van szó. Egy idő után ugye kiderül, hogy valójában nem ez a fontos. Nem ettől megy a gazdaság, nem ettől van iskolánk. Nem, tehát, hogy rá kellett jönniük az embereknek is, hogy ez csak egy... behúzták őket egy utcába, és az önkormányzati választásokon, amikor konkrétan dönteni kellett két ember között, akkor arra szavaztak, akikben jobban bíznak ebben, akikről úgy érzik, hogy ő értük fog cselekedni, tenni. Tehát, hogy itt valószínűleg szerintem ez hatni fog a országos választásokra is, mert kevésbé lesznek talán az emberek behúzhatók ilyen ösztönpolitizálásba. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Meg ebben szerintem az is benne van, hogy ezek nem párt, tehát hogy azért a környékbe állt civil szervezetek nyertek, és az embereknek lehet, hogy elegük van a pártokból, tehát hogy én se tudtam volna pártra jönni. Civil szervezetek majd. Persze, ezért mondom, hogy azért ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mi lesz, mert nehéz választani, tehát sokkal nehezebb lett volna itt is választani, azt mondja, hogy ez egy MSZP-s ember mondjuk, aki indul, vagy DK-s, vagy bármi, ami az ember mondjuk alapvetően nem szimpatizál, viszont... De te igen, csak én mások abszolút nem. Mások esetleg nem szimpatizálnak, igen. Igen, én... Ez cinizmus volt, nem látszódik ez egy podcast műfajban, elnézést. Azért én nem beszélünk csak továbbra is az önkormányzati választásról. Egy mondat, amit már szóba került az országos, azért az országos választások, ugye mondtátok, hogy pártok indulnak, és ott a pártok túléléséről szól. Azért ez nem lesz egy ennyire egyszerű történet, hogy majd leülünk, és akkor itt ugye egy Szentendre méretű, vagy egy 11. kerületi méretű helyen van 12-14 választókörzet, 10-14 választókörzet, ott le tud ülni a 6 párt, és akkor én adok 2-t ide, én te adsz 2-t oda, és akkor az úgy jó lesz. Ott ugye lesz egy 11. kerületben egy. Hát meg a pártok támogatásával járó pénz. Ez, igen. És ugyanazok az emberek fognak 2,5 év múlva is ezeken a tárgyalasztokon részt venni, mint akik már 18-ban is részt vettek, meg 14-ben is részt vettek. Igen, tehát tök ugyanazok az emberek, hogy egy-két kivételt lehetnek itt, akik már nincsenek. Igen, de szóval ez nem lesz azért ennyire egyszerű.
Én azért visszatérnék az önkormányzati választásra. Ugye nekem, hogy mit gondoltok, hogy befolyásolta-e ez a fajta divathullám, ami ezen a választási kampányon megjelent, a kokain, a pénz, a szexualitás, és vagy igazából ez csak a lejtőn egy fokozat, amin megyünk. A végén melyik zeneszámot játsszuk majd? Van ez a pénz, kokain, fegyverek és a bulák, vagy van valamilyen vicces? Biztos van az összes rap szám. Valami keresünk egy ilyen Gangsta Zoli számot a végére. Hát szerintem sok csepp volt a pohár. Sok csepp, értitek? Sok csepp volt a pohárban, és ez volt, lehetett egy utolsó csepp ebben a pohárban, ami hirtelen láthatóvá tette, hogy mi zajlik a háttérben, mi az, amit nem látunk egyébként, jó. És most hirtelen láthatóvá vált, hogy mi is az a keresztény szabadság, amiről... Pünköszkor. Pőrén látszódik ilyenkor a keresztény szabadság, ugye? Hogy mi is az, és hogy mit is értünk alatta. Szerintem minden igazi keresztény szemléletű ember ezen felháborodhat. De akár mondjuk nem keresztény is. Akár nem keresztény is. Tehát, hogy ez a bort iszik és vizet prédikál tipikus esetben. Igen, a buddhisták nem háborodnak föl, nem az van, hogy ők ilyen nagyon nyugodtak? És szerintem a prostitúció mindenkinek föl kell háborodni, az összes több vitatható, de igen. De az jó, de nem a prostitúció itt a lényeg. Hát sajnos, nem az a lényeg. Meg a közpénzzel erdelen. Igen, tehát ez igazából nem a két lányról szól, meg a többi négy prostituáltról, meg ezekről, meg a kokainról, hanem a közpénzről. És akkor by the way, mert lehet, hogy nem minden hallgatók tudja, de hogy ezek mind tudott információk voltak. Én azért, tehát hogy a prostitúció, tehát hogy önmagában egyfajta hatalommal való visszaélés. Önmagában visszaél valaki a pénzével és a hatalmával, hogy lányokat vesz meg. És ennyi. Tehát, hogy... És akkor a drog meg, hogy ez közpénzből ment-e, vagy nem, de ha igen, akkor az pláne. Meg az adide adidit. Hát igazából ráadásul az van, hogy ez a keresztény, mi ez? Keresztény szociális? Keresztény szabadság. Ez a keresztény szabadság, ez a prostó. Nem? Mint a... Hát Lukasz Zoknis, tehát hogy... Nem, bocs, a Lukasz Zoknis, ez nem igaz. Nem, az nem igaz, az kamu. Az kamu? Az kamu. Az kamu, az bebizonyították, hogy az kamu, nincs rajta az oknim. Nincs rajta az oknim. Legalább ezt... De nem, alapvetően tök prostó az egész. Tehát, hogy csak nem is az van, hogy ők egyébként kurva drága pezsgőt locsolnak a csajokra, és ezért, de hanem a... Legalább krisztált, igen, locsolnának bevizet. A legszarabb azért az adi, tehát, hogy tényleg minden szempontból borzalmas. De úgy az egész. Mégis is poroltak a közpénzzel, látod? Ennyi. Ja, jól sárfárkodtak. Nem lehet, hogy ez a színvonal? Ez a színvonal. Világos. Értem, mire gondoltok. Jó, szerintem nem ez a lényeg. De az átlagember szintjére ez jut el. Oké, szerintem eljutott átlag emberekhez? Nagyon sokakhoz nem jutott el, ugye a közmédia. Szerintem Budapeste hatott? Vagy mondjuk Érden hatott? Vagy Debrecenben hatott? Szerintem nem. Szerintem sem. Vagy csak nagyon, vagy csak egy 10%, tehát ilyen... Debrecenben nem hatott, mert magasan nyert a Fidesz. Ott olyannyira nem hatott, hogy 30 év után nincs frakciója. Igen, ezt akartam mondani, hogy sikerült elérni. Lala valamit jól csinál. Legjobban Győrben mérhető le, hogy mennyire hatott. Igen, de ott tényleg az van, hogy egy hétig nem mert, vagy nem tudom, 3 napig nem mert megszólalni az ellenzék, utána kirakták ezt a Glázer témát, és mondott egy inkább támogató, mint ellenzéki szöveget, majd utána egy még 2 nap múlva kapott végül is a DK központi irodájától egy ilyen message boxot, hogy tulajdonképpen akkor mit is kéne neki mondani. Tehát egy 5-6 nap azért eltelt, mire Győrben rájöttek, hogy oké, ezzel meg lehetne nyerni a választást, és utána is... De hát ez országos szinten így lehet mondani, hogy országos szinten beletett 3 napba, mire egyáltalán valaki reagált érdemi szinten. Tehát most nyilván beszéltek az emberek róla, nyilván a fórumokon felmerült, de egy központ, akár párt központi szinten, akár politikailag, mire valaki megszólalt,
Az de ugye az azt történt, hogy Orbán Viktor külföldön volt, igen, és nem érték el. Ez nem csak el. A Fideszre érvényes, tehát nem csak az, hogy a Fidesz nem kezdte. Ne, a Hatházi másnap már posztolt. A Hatházi másnap már kitúrt a Székesfehérvári. Én biztos, lehet, hogy inkább a harmadik nap. Harmadik nap? Tehát, és mi az oka, bocsánat, ennek a teljes amatőrizmusnak? Tehát miért nem állt ebbe bele a teljes ellenzék és verte a nem tudom, érted, a fakanál nem, a amatőrök. Tehát, hogy így... Szerint amatőrök. Tehát, hogy erre nem reagálni, ez olyan magas labda, amivel... Tehát, hogy nem is értem. Mire a karácsony kampány sem volt egy ilyen kimagaslóan szuper kampány Budapesten. Tehát, hogy nem arról... Tehát, költöttek rá pénzt nyilván, de attól még az még nem volt egy átütő valami. Uh-huh. Ne, hát ennyit tud az ellenzék. Ennyit tehát, ugye most arról beszéltünk, vagy mondtátok, hogy tulajdonképpen rosszul kommunikált a Fidesz, meg pökhendi volt, meg ezt a Borka ügyet sem tudták kezelni, meg nem foglalkoztak az emberek. Tehát azért most itt én is azt érzem egyébként, hogy azért ezt a Fidesz nagyon elvesztette. Tehát, hogy oké, hogy megnyerte az ellenzék, de... A Fidesz elvesztette? Igen, igen. Tehát a Fidesz nem jól csinálta a dologát. Mindig jó, vagy általában ahhoz rendszok szokva, 10x évben keresztül, hogy mindig jól csinálják, amit csinálnak, és nem csinálták jól. Szerintetek... Nem csinálták jól, de ahhoz ennek képest örülünk. Még mindig nagyon sok helyen nyertek. Tehát hát igen, mert... Krumpli. Nem, ennyi. Szerintem a krumpli az nem működött, de ha már itt ez a sok hely. Nagyon működött. Szerintem a krumpli kurvára nem működött. Dehogy nem. De nem működött. A közmunka működik. A 9. kerületben is tonnányit osztottak krumplit, nem működött. Szentendre tudom mennyi krumplit osztottak? Meg láttam a átadás átvételben ezt a sort, valami 6 millió forintnyi vagy 7 millió forintnyi, nem tudom 400 tonna, 4000 tonna, nem tudom, kurva sok. Nem működött. Akkor mi működött? Vagy miért nem... Kis településen működik, ahol a polgármester azt mondja, hogy közmunkát akarsz? Hello Fidesz, viszlát. Én azt, tehát mindenott az van, hogy az Fidesz szavazó az elment, sőt egy picit több ment el, de sokkal többen mentek el az ellenzékért. Tehát, hogy az változott az ellenzékért. Ennyi, igen. Igen, tehát a Fidesz elvitte a sátját, de a Fidesz bezárta magát egy fix körbe. Uh-huh. Nincs onnan tovább. Nem tud... Bezárta magát abba a körbe, abba... a propagandával lehet igen, elérni. Tehát ők megvannak a listákkal, megvannak a telefon, és ez ennyi, ez mondjuk egy pomáz méretűnél mennyi volt itt a szavazat, mint tudom, 4000 Fidesz szavazat, vagy ott 3500, ennyi. Nincs több Fideszes, és soha nem is lesz több. Nekem meg nem véletlen, hogy ugye városokban győzött az ellenzék, és nem pedig... Igen, de politológiailag mindig az van, hogy a változás mindig a nagyvárosokból, aztán a városokból indul ki, és onnan szivárog ki. Most ennek konkrétan az oka, hogy a városokban van meg az a szavazóbázis, azok az emberek már, az alhalmaza, akik túl tudnak lépni a propagandán, meg a kultúrán. Innen fog leszivárogni jó esetben. Uh-huh. Én is ebben hiszek, de azért Orbán Viktornak abban igaza van, hogy a Fideszre szavaztak most is, mint pártra a legtöbben. Igen, én láttam egy... Már nem tudom, hogy hol, de majd elő fogom keresni, és akkor be fogom dobni egy olyan grafikont, ami mutatta, hogy 2014-ben a 10.000 főnél nagyobb településeken milyen arányban voltak a fideszes önkormányzati bejutott képviselők, most mindegy, hogy egyénie vagy listáról, még milyen arányban a nem fideszesek. És egy mutatom itt nektek is hallgatók, tehát egy ennyi volt a Fidesz. Egy kólás üveg. Egy kólás üveg. Nagy, egy 2 literes kólás üveg. Jó, és ennyi volt az összes. Egy 3 decis kólás üveget. Most pedig, 2019-ben ennyi volt a Fidesz. Kólás üveg. Literes kólás üveg. És ennyi volt az ellenzéki. Az ugyanakkora. Ugyanakkora, 1 milliméterrel azt hiszem nagyobb az ellenzéki. Tehát, hogy ugye önkormányzati képviselő is ugyanannyi, egyszerűen eltolódott. Tehát a béna ki... Fidesz kommunikációt ellensúlyozni tudta a béna ellenzéki kommunikációt? Nem, mert szerintem helyben tök jó kampányok voltak. Budaörstől kezdve Pécset is tök jó kampányt toltak. Tehát, hogy helyben voltak, Budapesten nem láttam kampányt. A Pikót leszámítva, a Baranyi Krisztát leszámítva, ezeket miért a második ebben volt kampány? Hát akiket én ismerek, volt. De te az MKKP-sokat ismered. Ott ők jó, de önmagukhoz képest nem nagyon komoly kampány. Világos, de ők nem... A harmadik kerület a legszebb példa, ahol a Dr. Kis Imrén plakátjaink kívül... Kis László. Bocsánat, látod ennyire? Na, tehát, hogy Dr. Kis László plakátjaink kívül nem találkoztam sehol. Erről beszéltek. Igazából Budapesten nem volt ezen a Baranyi, Pikó... Nem is tudom, hogy más... Ez nem voltak azért kampányok. Sehasonló a Búzs Balázs. Egy egész használható polgármester volt. Ja, de azért ez megvan neked, hogy Búzs Balázs egyesülete?
Én értem, hogy... De az ilyen kemény, mert magadban elnevezek. Bürge Zoltán Egyesülete. Igen, és indítok egy jelöltet, aki... Aki Bürge Zoltán. Aki elszed még egy párat. Tehát az milyen már? Na jó, de... Most, igen. Jó, igen. De ettől függetlenül a Busz Balázs szerintem is egy viszonylag használható. Van ilyen, hogy emberarci fideszes, mert én ebben már nem hiszek. Bocs. Biztos van. Most nem a szavazókról beszélek, természetesen hallgatok, hanem a politikusokról. Ez árokásás. Szerintem van. Szerintem van. Abszolút. Kell, hogy legyen. Én láttam ilyet, és aztán beállnak ugyanúgy a központi fasság tolásába, tehát ugyanúgy migránshoznak meg mindent, hogy megszűnik az önálló arc, hogy kijöjjön a Dunakeszi, mint ahogy olvastuk. Uh-huh. Én nem nagyon hiszek az ember arcú fideszesbe, főleg Szíria után, meg szóval kurd ügy, és... Tehát, hát szerintem önkritikát kéne nekik is gyakorolni, mint de régen nincs benne a kommunista de nincs benne a rendszerben, nincs benne a rendszerben, nincs benne a szocializációjukban, a policyjükben, a belső szervezeti kultúrájukban. Tehát tisztulni kellene a szervezetnek. Mondta ezt Pokorny Zoltán, és elment 10 évre önkéntes számvezetésbe polgármesterben. Melyik évben volt, amikor a parlamenti frakcióban elmondták, hogy ennyi és ennyi forintot kell fizetni annak, aki... ellen szavaz, nem jön be, tehát hogy kizetted, meg voltak büntetve azokkal. Ez 10-ben vagy 11-ben, tehát azért az... Ez már elég régenre, hát ez még az alkotmányosítós időszak. Az 11-re tippelek én. Pártfegyelem van, nem arra kell szavazni, amire... Amire a lelkismeretet majd... szavazna, hanem amire mondták, muszáj, hogy kell. Igen. Jó, de a múltkor a Juhéknak a reggeli műsorát hallgattam a Tilloson, ott is mindenki ilyen búvolbaszott volt, pedig egyébként tök jó eredmény lett. Tehát tulajdonképpen ennek örülünk. Igen. Elhozta az ellenzék azokat a kerületeket, amire senki nem számított. Ez a klasszik 1-2, nem a 12 maradt, igen, maradt. Meg a... Az ember arcú fideszes. 3-4. Tehát azért a legnagyobb meglepetés az 1-2, a 3 meg a 4. Igen. Tehát... Tudod, miért van szerintem, mivel kibúvabaszottan, hogy ez miért nem másfél éve történt meg? Azért, mert, de azt a Lilla mondta, azért, mert ez egy tanulási folyamat, az ország. Tehát, hogy és vajon ez a folyamat meddig fog eljutni, vajon? Azt nem tudom, de én sem szavaztam volna egy Jobbikosra 18-ba. Mm-hmm. Akkor, hogyha egyedül ő lett volna, mondjuk az én közöttemben lehet, de úgy igazából nem. De most már nincs nekem ilyen, már most már egy Jobbikos is lesz a való. Csak takarodjanak el ezek innen. Igen, ez egy tanulási folyamat, ez én is. Jobbik bejött középre, most már az ezeren. Igen, a Jobbik az egy jobb középpárt, azért a Fidesz a szélső jobb, persze. Szóval ez tanulási folyamat. De nem csak a pártok, ezek az emberek, mármint a választók is, szavazók is. Igen, és szerintem ez egy jó pillanat arra, hogy igazából megtanuljuk azt, hogy mi az, hogy demokrácia, mert nem csak felfelé kell figyelni, hanem lefelé is az emberekre. És most, amikor megválasztották ezeket az új ellenzéki független, vagy összefogással bekerülő képviselőket, polgármestereket, akkor őket ezerrel fogja figyelni minden fideszes, és mi is, aki megválasztottuk őket. És tehát, hogy ez a helyzet szerintem alkalmas arra, hogy egy új szisztéma alakuljon ki, hogy ne úgy működjenek a dolgok, mint ahogy régen. Tudnék, hogy ha ugyanúgy csináljátok majd Szentendrén, ahogy a versenyek, vagy ahogy a versenyek, akkor el fognak küldeni titeket messzire. Mint ahogy ez Pilisvörösváron megtörtént, ez megvan? Igen. Vagy a fideszesek fogják kicikizni ezt nagyon, vagy a saját választóitok, mert nem erre számítottak, nem ezt várják. És ez egy nagyon jó tanulási folyamat arra, hogy végre azok, akik fent vannak, tényleg figyeljenek arra, hogy mi történik az emberekkel, mi történik az utcán, és szerintem az is nagyon fontos, hogy arra a négy fideszes képviselő szavára is nagyon figyeljetek, mert ami ő... Ami ki Szentendrében azt mondaná, mert nem tudják a hallgatók. Hát ez nagyon sok helyen ugyanez van. Jó, tehát, hogy van hány... kormány, hát, nem tudom most, hogy kell mondani. Jó, ellenzék, nem. Hát szerintem ellenzékű, négy fideszes lesz. Pomázon 3 fideszes, Kalászó 3 fideszes, és ugyanez, mindenki más az pedig a... majdnem a választók felét képviseli, az a négy fideszes. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy meghallják
el a másik oldal annak a négy fideszesnek a hangját, és hogy kezelik, mi történik akkor, hogyha ők akkor, hogyha ők szólnak. Mert ugye olyan a választási rendszer, hogy igazságtalan szinte, azt kell mondani, mert hogy nagyon nagy többséget ad annak, aki győzött, és nem fedi le az igazi arányokat. Ez így van. Na, erre úgy kötnék rá, hogy szóval én nem ünnepelném a demokráciát ezen a választáson sajnos, mert hogy inkább azt, hogy az emberek megtanultak együtt élni ezzel a politikával, megtanultak reagálni erre a rossz választási rendszerre, amit ugye a Fidesz ezzel a fejnehéz elnézést. Bocsánat, én muszáj vagyok, ezt végigmondhatom, nem is sérhetsz. De hogy az ne, egy mondatot mondanék, hogy én sem ünnepelném most még a demokráciát, hanem csak azt mondtam, hogy ez lehetőség arra, hogy egy másfajta demokratikus rendszer épüljön ki. De nem, a lehetőség akkor lesz meg, hogyha majd 2,5 év múlva, majd még ennek a régi, szerintem nem annyira demokratikus választási rendszernek az eredményeképpen mégiscsak sikerül elbúcsúztatni ezt a mostani hatalmat, és ha utána következő, azzal kezdik, hogy megváltoztatják a választási törvényt oly módon, hogy ismét, hogy mondjam, ne kelljen neked egy jobbikosra szavazni, meg nekem se, hanem lehetőleg olyan szavazhassak, aki mondjuk tényleg az én érdekeimet és az én értékítéletemet képviseli, és ennek az értékítéletnek a súlyában megjelenik majd később a parlamentben, vagy bárhol máshogy. Figyelek. Nem, mert digi. Én nagyon akar valamit mondani. Nem, mert csak ebből a gondolatmenetből, hogy ugye figyelni kell a négy ellenzékire a Szentendrén, vagy nagyjából mindenhol, ahol a fővárosban ugyanígy. 5-6 a fővárosban vagyunk. Igen, tehát hogy akik listáról viszont, igazából azt ne felejtsük el, hogy listáról viszont csak, szinte csak a Fidesz jutott be, hiszen közel azonos szavazat, ha valamivel kevesebbet is kapott, tehát hogy rendszer matematikai alapján ugye listáról csak, szinte csak Fideszes jutott be, mindenhol a ellenzéki polgármester vagy ellenzéki győzelem van. Nekem két dolog fogalmazódott meg. Egyrészt, hogy folytatja-e a Fidesz azt a fajta politikáját, hogy ugye nem hagyunk senkit az útszélén, és ezekkel az emberekkel, akik most kiestek a hatalomból, mi lesz, illetve von-e felelősséget, vagy kér-e elszámolási felelősséget, hogy felelősségre vonja-e azokat a fideszes polgármestereket, és akár a hatházit, mint a környék ország, Budapest-Pest megye 3-as számú országgyűlési képviselőjét, aki tulajdonképpen mindent elvesztett, ha jól tudom, hogy az összes településén ellenzéki vagy civil képviselő lett. Nem tudom, mi lett Tahitótfaluban, azt az egyet nem tudom. Több Bogdányt tudod? Duna Bogdányt? Hát Visegrád. Bogdányt se tudom. Igen. Na tessék. Hát, Kisoroszi? Kisoroszi az civil. Okay. A Pocs megyel az civil, de Fidesz közeli civil. Monostort nem tudom. Ez már 3. De azt tudom, hogy Budakalász, Pomáz, Csobánka, Pirisboros, vagy Pirisvörösvár, Szentendre, és hát Lányfalú is civil, aki nem erőteljesen Fidesz közeli, jobboldali gondolkodású, de nem Fidesz közeli. Ettől mi Fidesz szavaz ugyanúgy 20 ezer vagy 30 ezer. Csak hogy így az a kérdés, hogy tehát ugye két kérdés van, hogy fog-e változni igazán a kommunikációja a Fidesznek szerintetek? Fog-e egy kicsit idomulni ez a helyzethez? Vagy pedig továbbra is azt gondoljátok, hogy marad egy ilyen színvonalon, és hagyja esetleg veszni azokat és támadni fogja azokat a településeket, ahol nem a kormánypárti győzelem született. Szerintem nem fog változni a kommunikációja. Őt egy dolog érdekli, hogy ne legyen egy monolit jelölt az ő saját fideszes jelöltjeivel szemben. Ha ezt valahogy el tudja érni, akkor tök mindegy, hogy egyébként milyenek a helyi önkormányzatoknak az összetétele, ettől még egyszerűen több szavazata van.
És itt azért egy kicsit visszamennék még a korábbi témákra. Például csak egy gyors megjegyzés, az önkormányzati választásnak a szisztémáját, például amit te mondtad, hogy fejnehéz, ezt nem a Fidesz találta ki. Ez azért csak, hogy legyen mindenki tiszta, ez már 2010-ben is így volt. Egyébként valóban nem kiegyensúlyozott, tehát aki nyer, az általában az önkormányzati részen nagyot nyer. Mert akkor elviszi az egyéniknek a többségét, és akkor már a polgármester is az övé, és akkor viszont az ellenzék igazából ilyen csak ilyen 20-30%-nyi szavazatot tud szerezni, egyébként hiába 50%-nyi szavazója van. És ezt azért találták annak idején ki, nem tudom, 2008-9 környékén, hogy ez a mítosz, hogy ne legyenek működésképtelenek az önkormányzatok, tehát hogy döntésképesek legyenek, de ez szerintem hülyeség, de hogy ez volt, és ezt nem a Fidesz találta ki ráadásul. Ez fontos azért ezt tudni. És ugye ki volt 2010 előtt? Ki gondolta azt, hogy ez neki is majd jó lesz? Gyurcsány. De én az országgyűlési választásokra gondoltam. Igen, az országgyűlési... A 2,5 év múlvára. De az viszont, szóval, hogy ettől még ennyi szavazóval ugyanúgy meg lehet nyerni, ha nincs egy világos fix kihívó. Ha nincsen, akkor tök mindegy, hogy hány felé szabadalódik, akkor attól még az a fix szavazóbázis az bőven elég. Akkor lehet megnyerni, ha van egy. Igen. Ha egy van. Igen, csak hogy egy összefogásra kényszeríted az ellenzéket. Azt hogyan állítod elő, és nyilván ez majd a kérdés. Na, szóval visszatérve a te kérdésedre, szerintem nem fog változni a kommunikáció, sőt, szerintem még durvább lesz. Arrogánsabb vagy? Aha. És mi lesz szerintetek például Borkaival? Mert nekem az a teóriám, hogy őt vissza fogják kérni, lehet, és új választást tudnak kiírni. Akkor is fél év múlva lehet csak választást kiírni. Tudom. Alkotmányilag nem lehet hamarabb egy válasz után. Ez. Akkor se, ha ne adj is sem meghal a polgi, akkor... Fél év. Aha. Jé. És akkor fél évig nincs senki, hogyha mondjuk külföldre távozik, csak hogy ne ilyen. Jó, például. Hát de nem, van alpolgármester, tehát irányítja a város valaki. Tehát megbízott polgármester. Valaminek szerintem azért változnia kell a kommunikációban, mert ugye most is az hangzott el, talán a Karácsony Gergely szájából is, de hogy az is látszik, hogy a helyi sajtó az más kézbe fog kerülni, és más hangot fog megütni. Én ezen egyetem... Tehát, hogy amire valahogy logikus volna, bár egy csomószor nem logikusan reagál szerintem a Fidesz, tehát, hogy az lenne logikus, hogyha reagálnának rá. De hogy számtalan szó tapasztaltuk már, hogy illogikus válaszokat adtak, és ezek bejöttek. Leginkább az volt velük a probléma. De talán most az is látszik, hogy ez nem fog, tehát hogy nem biztos, hogy ez működik, hogyha van eszük, akkor... De azok, akik 8 éven keresztül tolják a hülyeséget, nem tudnak a 9. évben változtatni. Nincs bennük az, hogy hogyan kell ezt máshogy csinálni. Akkor el fogják veszteni. Igen. Akkor el fogják veszteni, és az végül is mi ennek örülni fogunk. Igen, csak. tehát itt is a Pomázon a Vicsi vesztette el szerintem. Jó a Leidinger, jó volt, meg jó volt a kampány, de alapvetően az, hogy a Vicsi egy arrogáns, és akkor pont. Ez is egy jobboldali város. Igen. Pomáz. Persze. Vác is. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy... Hirtelen mindenki. Igen, nem lettek ezek baloldali, meg liberális emberek, meg nem tudom milyen emberek, zöldek, meg hottentották. Ezek jobboldali emberek, nekik már nem jó a Fidesz. És innen nagyon nehéz innen visszahúzni. Egy dolgot tehetnek, hogy nem lesz pénz, de ezt meg nem fogják csinálni, mert lopni ugyanúgy kell, és majd megtalálják a útjamódját, de hogy nem fogják. Ezért kell változtatni a kommunikációt. De a kommunikáció mind az, logikusan. Igen, de az teljes mindegy, tehát hogy ez elválik szerintem, hogy mi a kommunikáció, és egyébként a kommunikáció mögött, a színfalak mögött mi zajlik. Az biztos el szokott várni. De ugye egy kicsit azért is dobom be ezt a kérdést, mert ugye most, hogy listára jutottak be fideszesek, és úgy hallottam például, hogy a Vicsi
az eltűnt a városban. Nagyjából. Tényleg ez igaz? Kedves hallgatóinak elmondanám, mert nem, ez fontos, hát az egy dolog, helyi hogy... Helyi negykák rovatunkban állítólag Vicsi László, aki Pomász polgármestere volt, majd azt megkérdezem, hogy hogy áll itt az átadás átvétel, mert ez izgalmas, hogy a Ferencvárosi meg ilyenekről hallunk, de a mi podcastunk azért is jó, mert nem csak a fővárosi meg a kerületügyekről van szó, mert azon kívül is él itt még néhány millió ember. Na, szóval, hogy az a pletyka, hogy a Vicsi László, aki korábbi polgármester volt, mióta itt látott? 10 éve polgármester? 8 negyedik ciklusát. Na, hát akkor 12. Most kezdte volna 9-13 éve már polgármester volt, és most elvesztette, hogy általában mindenét eladta, vagy eladja, és el is akar költözni a városból. Azért ez elég cinkes, hogy életet és vérét Pomáznak. Ja, de hogyha bukok, akkor... Azt olvastam most legutóbb, hogy mégsem költöznek el. De ez ilyen Facebook információ. Jaj, de megnyugodtam. De hogy a kérdésem az igazából ugye az... Örömmel jelentjük, hogy a Vicsi család Pomázon marad. A pletykorovatunkat hallották, köszönjük szépen hallgatóinknak. Szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy vajon ugye a Fidesz kommunikációjában megváltozik-e, illetve a Fidesz vissza akarja szerezni ezeket a településeket, tehát küld-e helyi erős embert, lesz-e neke, megtart-e helyi erős embert az önkormányzatokban, megpróbál-e esetleg harcolni, mert azért a Fidesznek ez megy, ez a harc az ellenség, az úgynevezett, az ő általuk kikiáltott ellenségekkel szemben. Tehát erről mit gondoltok, hogy mert ugye azt hallottam, hogy a szentendrei alpolgármester nem veszi át ex-alpolgármester. Nem, ez nagyon fontosak ezeket. Ezek is nüanszok. Ezeket boldogan lehet ilyenkor mondani, hogy szentendrei ex-alpolgármester nem veszi át a mandátumát. Tehát, hogy ő nem veszi át a mandátumát, ezt az első kerületben hallottuk, hogy mennyien elmentek. Újpesten ugye 40-en mondtak föl, és az új újpesti polgármester az ugye effektíve elvesztette a munkatársai egyharmadát, ha nem többet. Tehát, hogy ez szerintetek ez csak egy átrendeződés, és aztán lecserélődnek ezek az emberek, és elkezd a Fidesz visszakapcsolódni ebbe, vagy pedig próbál továbbra is kommunikálni a saját táborának is. Én az a baj, hogy beszéltek ti is, de muszáj nekem elmondanom a véleményemet. Szóval szerintem nem tud 100 helyre a Fidesz leküldeni kívülről, vagy felülről, vagy a fővárosból arcokat, hogy ott tegyenek rendet. Ráadásul olyan emberanyagból tudnak csak dolgozni, akiket ott megválasztottak, legalább a listán rajta volt a nevük. Ez az emberanyag, amennyire én látom, nem túl acélos. Viszont ebből az következik, hogy persze ő meg akarja tartani, meg harcolni akar, és ezt fogja tolni, és pénze is lesz rá, tehát azt fogja csinálni szerintem, mint amit Csepelen, meg Baján, meg ezeken a helyeken csinál, hogy létrehozza akkor a saját ellenzéki, mutatok én macskakörmöket, ellenzéki és független médiáját, a Csepel Info ilyen, meg a Bajai, ott is van valami... Polgári köröket ismét? Újságról beszélek, és a legdurvább mocskolódó fake news tolják olyankor. Gyakorlatilag lopott közpénzből, mert ugye nem a helyi Fidesznek van erre pénze, hogy ezt kitolják jó minőségű papíron, és beszórják havonta egyszer 8000 lakásba, de hogy ez lesz. Tehát, hogy erre fognak erőforrást tolni, és nagyon sokat, de ezek ilyen félig meddig lejárató, félig meddig jól működő dolgok. És ugye megint nem olyan lesz, mint a Dunakeszi. Tehát a Dunakeszin ott benne volt a cibó, hogy ez nem nagyon voltak lejárató kampányt a saját újságjukban. De hogy én azt vélelezem, sőt, hogy fognak. Sőt, nem tolták túl a polgármestert. Ez a polgármester tehát teljesen európai módon igen, őrület. Tehát lehet, hogy ez például egy jó polgármester. Igen, de ő maradt is. És ugye most mit hallunk még ilyen cikkekben, hogy például a vidéki polgármesterek így üzennek be a Fidesz központba, hogy hát ők nem értik, hogy miért vesztettek, hiszen mindent úgy csináltak, hogy a központ nekik mondta. Tehát ugye ezek az ex-polgármestereknek sincs fogalmuk, hogy mit kéne csinálni. Uh-huh. Tehát hogy kéne itt működni. Szerintem nem fogják tudni ilyen forma megoldani. Szerintem ha ezek az ellenzéki, Baján is többsége van az ellenzéknek, nem könnyen, ott ilyen szűkkel, de végül is többsége van, meg ott a polgármestert is megnyerték. Igazából ezek, ahol ezekben a városokban van váltás, ők el tudják baszni valóban 5 év múlvára, de nem azért, mert a Fideszben olyan iszonyú tehetséges emberek kerültek most egyébként ellenzéki pozícióba. Én nekem ez a véleményem. Szerintem, bocsánat, megpróbálja visszaszerezni, mert mondjuk az agglomerációs településeket nézve azért ezek fájdalmas, gazdag települések, jó infrastruktúrával rendelkeznek. Ez utóbbit azért jó, igen. Árnyalnám ezt a jó infrastruktúrát.
Uniós pénzek ebbe a körzetben nem jönnek ide a Budapest környékén, mert ez Budapest, vagy mi ez, közép-magyarországi régió, úgyhogy ezért van, hogy Szabolcsban minden utca tip-top le van aszfaltozva, igaz, hogy nincs fűtés, de mármint az emberek szegények, de az aszfalt az ott szuper. Itt Budapest agglomerációs településén az a infrastruktúra az csapnivaló. Nekem ebbe a kedvencem, bocsánat, ez a település Besence, ahol teniszpályát kaptak uniós pénzből. Erről egy 100%-os roma faluban, ahol szintén a munkanélküliség azt hiszem 98%, de van nekik egy szép teniszpályájuk, hajrá Besence. Valami mást akartál. Nem, de igazából, igen, azt akartam mondani, hogy szerintem vissza kell szerezni, nem hiszem, hogy egy Szentendrér, egy, nem tudom, tehát egy Vácér nem indul el a Igen, de előtte a megyei jogokra megy el. És jó, előbb a nagyokra. Tehát igen, a legnagyobbak, és akkor utána jönnek ezek ebben a szempontból azért jó, mert mondjuk érde ott nagyon fognak harcolni, de már mondjuk lehet, hogy egy Vácért sem. Mert hogy egyszerűen a fókuszban a megyei jogok vannak előttük. Hát ért 70 ezeres. Hát igen, megyei jogok. Vác meg... Az 40 körül van. Olyan sok? Sokan van Vácon. 40 ezer, vagy 38 ezer, nem tudom én. Meg szerintem az is fontos, hogy hol van nagyipari, tehát azért a Győr, Audi, azt nem tudjuk elfejteni, az szerintem azért baromi fontos, mert ott van az egyik legnagyobb tejelőt, vagy tehén, érted, aki... Jó, de Pécs is fontos, azért mondom, hogy ezekre fognak koncentrálni, persze. Ezekre a szimbolikus... Azt láttuk, hogy egyébként Szegedre, hogy hogyan rácsavarodtak, és persze semmi hatása nem volt, de hogy, tehát, hogy erre hajlamosak az ilyen nagy szimbolikus városokra, szerintem Gödön is ellenzéki győzelem lett, Göd az kurvára leszarják. Hát nyilván. Ott is élnek 30 ezeren. Szerintem az országgyűlését is az fogja megnyerni, aki vidéken tud minél több embert szeretni, minél nagyobb bázisra tud szert tenni, és minél inkább elkezd alulról építkezni. Mint és ezt kitől várjuk a Momentumtól? MSZP-től, aki... Szerintem a nem létező, mert lassan nem létező. Ezt várjuk azoktól, akik ott laknak. Azoktól kellene várni, hogy ők aktivizálódjanak, és ők folyanak bele valamilyen oldalon a politikába. Szegény Lilla, alig bírja végigmondani, mert itt támogáson. Megjelent egy lepke, és összeomlott minden. Elnézést kérünk a hallgatóinktól és Lillától. Szóval, hogy szerintem azt fogja megnyerni, aki tud vidéken bázist építeni, és dolgozik, és kitartóan tesz, és cselekszik. Ebből a szempontból azért ezért. Jó ez a választás, mert vannak lesznek kicsit több erőforrása lesz. És ez a választás azt is megmutatta, hogy ahol vidéken sikerült új arcokat, új embereket, új összefogásokat, együttműködéseket létrehozni, ott az embereknek volt kire szavazni, és ott meg is nyerte az ellenzék. És szerintem az országgyűlésén is erre kell koncentrálni mindenkinek, aki nyerni akar, hogy alulról bázist építsen, és dolgozzon, és megnyerje az embereket, és közösségeket építsen, akik aztán tudják vinni tovább az ügyeket. Tehát ugye ez nem egy ilyen dolog, amit el lehet engedni, hanem hogy ezt folyamatosan csinálni kell, és nem csak felülről kell figyelni, hanem azoknak az embereknek is kell ott belépni a politikába, a közéletbe, akik ott vannak is. Tehát, hogy akkor fog ez működni, hogyha nem hallgatunk, meg nem ülünk a tévé előtt és szitkozódunk, hanem megtesszük azt, amit mi ott akkor meg tudunk tenni. Tehát, kedves hallgatóink, ha ideig eljutottál, akkor most keresd föl a helyi valakidet, és legyél aktív. Celdömöktől Szolnokig. És mondd el a véleményedet, és mondd el, amit tudsz. És, mert senki nem tudja a vasárnapi ebéd mellett elmondani azt, amit te tudsz. És ennek óriási hatása lehet, hogyha családi körben, bárhol, barátokkal beszélgettek erről. Senki nem tud a másik helyet cselekedni, tehát hogy nem lehet kimaradni a
demokráciából, mert az nem úgy van, hogy itt egyszer csak így letettük, és akkor majd van egy választási rendszer, és akkor majd működik. A demokrácia az olyan, mint egy jó kapcsolat, hogy mindig gondolni kell. Hanem így, hogy folyamatosan figyelni hogy kell, folyamatosan ott kell lenni, és folyamatosan szólni kell, hogyha valami nem úgy megy. És ez egy munkás ügy. Tehát, hogy pont olyan, mint az iskolában a konfliktus kezelés, de nem mindegy, hogy az iskola igazgató intőt ad, vagy pedig leül a gyerekekkel, és megbeszélik, hogy mi történik. Az egyik 5 perc alatt van, meg a másik meg egy hónap. Akkor most a választóknak a városi része azért adott egy intőt a... Éppen elkezdőleg leült a gyerekkel beszélni. Jobban tetszett az intő. Igen, szerintem nagyon sok képviselő leült az emberekkel beszélni, és kiment az utcára, és végigjárt az utakat, mint ahogy a Pilis Dani kiment, és végig Ízbégen végigszórta a postástrandos szórólapokkal a fél Szentendrét, meg itt kimentek a képviselők, és az utcán beszélgettek az emberekkel. És újságot csináltak, tehát hogy elkezdődött ez a beszélgetés az emberekkel, és a bevonása az embereknek a dolgokba. Mint ahogy a kutyapártosként is azt csináljuk, hogy oda megyünk és lefestjük a padot, és nagyon örülünk, hogyha be tudunk vonzani ebbe egy új embert, mert akkor egyel többen vagyunk. Szerintem ugorjunk témát, és itt van Kari Geri, az emberarcú főpolgármester, aki biciklivel biciklizett be a városházába, hogy átvegye a hatalmat. Nem, csak én tök jó biciklizett, én is biciklivel járok az ilyen helyekre. Én a Karácsony Gergőtől nem vagyok elájulva, csak ennyi. Oké, ezt tiszteletbe tartjuk. Ő viszont biciklivel ment a városházára, mivel, mint tudjuk, nincs jogosítványa, ezért kénytelen biciklivel vagy békelni. Nincs. Azt hiszem, már nem is fogja megcsinálni nekem. Igen, az nem lesz ideje, úgy érzem a következő években. Nem is lesz szüksége, mert sofőre is lesz, hogyha egyszerűen. Lehetően, igen. Ja, de kell is legyen, tehát hogy egy főpolgármester elmegy tárgyalni bécsi főpolgármesterről, nem mehet vonattal, tehát van a protokoll. Szerintem az de ez nem igaz, tehát Svájcban... Jó, akkor Bécsen nem, de akkor majd a Kijev. Kijevi főpolgármesterre oda. Jó, a Kijevbe biztos, hogy kell a fekete Mercedes, vagy nem tudom, Audi. Igen. Bécsbe szerintem jó, igazad van. Remek kerékpáros infrastruktúra. Tudom, már rájöttem, mikor már csúnya nézhetek rám, hogy nem a Bécs a jó példa, hanem Kijev. Igen. Tehát ott van a polgármester, aki most biciklivel jár, és nagy fejlesztéseket ígért, tehát ugye a biciklisek nagyon figyelik, hogy mit fog tenni, és erről Zoli tud többet, mint lelkes és Pestre járó biciklista. Igen. Mesélj nekünk erről valamit, hogy mi a felvetésed ezzel kapcsolatban. Akkor ezek szerint nem a járható Budapest program lesz, hanem a biciklizhető Budapest? Na, nekem tetszik egyébként, én rengeteg a biciklizekot. Én szerintem ez a választás egy kicsit, tehát hogy volt egy környezetvédelmi vagy ilyen klímás topik ebben a választásban. Greta bekavart ide is, így van, ami nagyon helyes. És amit szintén nagyon rosszul kommunikált le akkor meg. Ja, a Fidesznek fogalma sincs erről az egész, hogy mit kéne ezzel kezdeni. Igen, így van, nekem viszont az ellenzéki kampányokban, ahol ez téma fölmerült, ott szerintem beszélgetek is róla. Hát azért nem túl sokat. Nem volt ez túlzásra víve, de nem pökhendi módon csapták le, mint tarlósa, nem tudom, általában ezekkel a kapcsolatos témákat, de egyébként a bármit. Na és azt akartam nektek elmondani, és igazából belemondani egy mikrofonba, hogy meglegyem, hogy a Kerékpáros Klub, a Magyar Kerékpáros Klub az ugye a legnagyobb hazai kerékpáros érdekvédelmi szervezet, és hát sajnálatos módon Budapesten a legerősebb, vagy hát budapesteknek szerencsére ott a legerősebb, és ott megcsinálta az ottani szervezet, hogy a főpolgármester jelölteknek elküldött egy 12+1 pontból álló listát, azzal a kérdéssel, hogy ha ők kerülnének megválasztásra, akkor ezekből a pontokból mit támogatnának, és utána az erre kapott válaszokat egyébként kitették a weboldalukra, be fogjuk linkelni, mert állati hosszú a levél is, meg a kapott válaszok is. Én igazából azt akartam elmondani ebből, hogy a 12+1 pontban zömében olyan fejlesztések vannak benne, amik arról szólnak, hogy a már meglevő fejlesztéseket fejezzék be az eredeti tervek szerint,
valamint ez a Nagykörútra kerékpárút, Váci útra kerékpárút, tehát hogy a nagy főközlekedési vonalakon legyen kialakítva rendes európai értelemben vett kerékpárút, valamint a Pesti rakpartról van egy ilyen kérés, hogy ott legyen egy kerékpárút, meg a hidak ugye az, ami nagyon eklatáns példája mindig annak, hogy mennyire gondolkozik a város kerékpáros közlekedésben. Például ugye legutoljára a Margit hidat sikerült rettenetesen elcseszniük, mert hogy még a kerékpáros klub annak idején felrajzolt egy nagyon szép és egységes koncepciót arra, hogy szerintük hogyan kéne megosztani az felületeket. A gyalogosok, a kerékpárosok, illetve az autók között, és ehhez képest ez a most ismert szörnyszülött. A hibrid az nem is tudom, hogy fejlesztés jelentene, de nem, ez el van, rontva. Tehát ez lehetetlen ott kikerülni egy biciklist. Hát, én szerintem, na mindegy, a kerékpárutat egy szintbe, egy placra tenni gyalogosokkal, az mind a két félnek megalázó, tehát a gyalogosnak is marad ez a két méter csík, meg veszélyes is, és persze. Meg ott rengeteg turista, de az a szembesül, hogy mindjárt elütik. Én múltkor úgy bicikliztem alatt, hogy közben SMS-eztem, akkor ezt ne csináljam, ugye? Ezt ne csináld. Szerintem. De... Feel free! ami másoknak nem okozza ezzel problémát, addig nyugodtan. Na és akkor igazából a lényeg az, hogy amit még el akartam mondani, hogy a Karácsony Gergő is természetesen válaszolt erre a levélre, és hogy minden pontjában támogatta azt, úgyhogy most be lehet hajtani majd rajta, hogy valóban a következő 5 évben sikerül-e neki ezeket a fejlesztéseket megvalósítania, illetve még túl is lőtt rajta ugye azzal, hogy a Pesti rakpartnak a gyalogosoknak való visszaadását is megígérte. Egy beszélgetős interjúban az Indexnek egy 50 perces riportjában. Az egész Pesti rakpart. Oké, Zuglóban Karácsony Gergely egy csomó mindent megígért 2014 nyarán, az októberig tartó választás során. Ti azért emlékeztek arra, hogy azokból miket tartott be? Sajnos nem vagyunk zuglóiak, úgyhogy nem tudjuk, hogy mit ígért. Én személy szerint számon, nem tudom. Tudod, akkor tök lesz szívesen meghallgatnánk. Hány százalék volt az, amit betartott? Hát... egy számjegyű. Igen? Tehát a szociális bérlakásokkal kapcsolatban igen, csináltak ott a Szabó Rebekával tök igen? jó mintaértékű projektet, a Misetics Bálintékat tényleg behívták, és ott mint szakmai programként tudtak ott egy projektet megvalósítani, és körülbelül ennyi. Uh-huh. Sem elszámoltatás, sem a... Emlékeztek, ott volt ilyen belítettőrendszer, meg volt arany WC, meg igen. volt papcsákféle izé, közbeszerzések, semmi. Az átláthatósági biztos, ami a Vágó Gábor lett, hát a Gábor se dolgozotta magát halálra, azért ezt finoman lehet így megfogalmazni. Átláthatósági biztos. Igen, igen, igen. Tehát, hogy tök szuper a Gergő tök jól gondolkodású ember, és tök szimpatikus, és a nők is imádják, és a férfiak is imádják, de nem arról van szó, hogy amit a Gergő így gondol, és kitalál, és elmond a sajtóban, azután azt ő, hogy abból bármi is lesz. Vagy úgy érzed, hogy nem tudja végigvinni? Nem. Hát vagy például ott van a Liget projekt, ugye, amit azt így bejelentett, hogy a Liget, és akkor... Tehát, hogy ezt volt egy olyan fotó 14-ben, ahol Tóth Csaba és az összes zuglói önkormányzati képviselő kézenfogva a Liget körül mentek, és ez így meg volt fotózva. 14 óta azon túl, hogy tényleg tök korrektul háromszor kimentek a tüntetők közé, a Karácsony Gergő, meg a Szabó Rebeka is, meg a Várnai László, meg az összes többi zugló, azon túl semmit nem tudott csinálni, mert nem kerületi hatáskör. Jelzem, nem is budapesti hatáskör. Na, de érted, hogyha én bemondom azt, hogy most megígérem, hogy megszüntetem, leállítom a Liget projektet, mert... De közben nem az én hatásköröm, az egy kicsit visszaest. Igen. Ennek nincs neki, jó üzenete igen, a választópolgár felé szuper, az első, egyik első 50 ezer emberrel oda kéne mennie tüntetni. De a Karácsony Gergő nem fog oda menni 50 ezer emberrel tüntetni a Liget körül, amikor építkezésbe kezdek. Tehát nekem ez a bajom, az nem baj, hogy bemondja politikailag, csak utána erővel, mármint politikai erővel kéne ezt tolnia, és az nincs. És szerintem ezt gondolod mondjuk a stadionról is? Tehát amit ő bejelentett a stadionstól? Ez ideges tarlósul múlott. Tarlós állt, hogy nem akart volna stadionokat, ő ezt nem szereti, ezt a Fidesz filcsaftot. Ő nem egy focizós fajta. Nem.
De nem állt a focizós, bocs, egyébként a focizós. Igen? A Tarlós című újságban ez nem megjelent. Nem szotizós, de focizós. Igen, okay. Ezért szeret, tengózni szeret a haverjaival. Tengózni. Köszönöm. De nem tudod, mi az a tengó? De tudom, abszolút tudom, mi ez a tengó, de... Innen üdvözlődik Viktor Zoltot, aki a nagy tengós. Hát ezek szerint akkor fog együttműködni a kormánnyal. A Viktor is azt mondta, hogy együttműködik a... Jó, hát ez a... De én mondom, hogy én pessimista vagyok. Jó. És ha együttműködnek, akkor aztán abból ki tudja, senki, mi lesz. Senki nem tudhatja, hogy... Hiszen ez a nemzeti együttműködés rendszere, meg budapesti együttműködés rendszere, tehát... Ber. De mit várhatunk bicikli ügyben? Tehát mondjuk lecserélik a bubikat akkor... egy jobbra? A bubikat baromira le kell cserélni, hát az borzalmas. Igazából én azt akartam ebből kihozni, hogy igen? Gyakorlatilag mindent megígért. És ó, Berki mit ígért meg? A Berkit meg tudom neked keresni, majd beringeljük a cikket, hogy de, a Berki mit ígért meg. Válaszol? Talán, nem tudom. Igazából nem emlékszem, hogy a Berki mit válaszol. Nem fogja elvizni az összes biciklis. Azt mondjátok, hogy a Berki Krisztián most már nem politikus? Sose volt az. Nekem van egy ilyen konteóm, és ez lehet, hogy csak konteóm. A Berki Krisztián indulásának bejelentése egybeesett a valamelyik kereskedelmi tévécsatornán induló... Ja persze, csak a promóról szólt, persze. Én azt gondolom, ez az én konteóm, ezt nyilván senki nem erősítette meg hivatalos forrásból. De bocs, hogy, de te milyen szakmában is dolgozol? A médiában dolgozom. Nyilván ezért mondom, hogy nyilván nem erősítette meg senki a hivatalosan, de a Berki Krisztiánnak elég jó menedzsmentje van ahhoz, hogy én simán el tudom képzelni, hogy az ő polgármesteri indulása az innen is, onnan is egy kis kereskedelminek megtámogatott dolog volt, ami a végén odafut ki, hogy nézzék többen a... Figyeljétek, Fidesz pénzen a Orange plakátra került ismét, úgyhogy én igen, szerintem ő már elért a célját. Ja, abszolút. Még akkor egy mondatot, mert megint hosszra nyúlunk, a Puzsé Robert szeretném hallani. Én azt gondolom kell. Ha nem szeretné, neked nem kell. Miért kell? Egy véleményt. Jó, mondjál valamit, tessék. Mit szeretnél mondani Puzsé Robert? Én nagy vonalakban elolvastam azt a... Programját? A 102 óra? Az kurva jó program. Azt a programot, igen. Tök jó program. Hát nem, tehát nem lassú olvasásra, de így egy ilyen... De már elolvastam. Én szerintem... Ez legalább egy program volt, amit ugye nem láttunk se az egyik oldal, se a másik oldaltól, most a Berkit nem nevezném negyedik oldal. Nem, de a Karácsony Gergő is azon túl, hogy bemondtak néhány ilyen szimbolikus gesztus, hogy stadionstop, meg liget, igen, meg biciklő, tehát ezek tök jók, tényleg, tehát hogy tökre jók, hogy nem egy Tarlós vezető a város, de azért ez nem program. Igen. Tehát én nagyjából elolvastam az ő programját, és szerintem egy igazán jó program. A személyisége olyan, amilyen, hát Tarlós se volt egy pozitív, szimpatikus személyisége számomra, nem kevésbé unszimpatikus a Robi sem, tehát hogy, és azért ő 4,5 vagy 4,6%-ot kapott a szavazáson, ami én számomra egy kicsit csalódás volt. Ennél többre számítottál? Én igen. Hát akkor az fura. Ami nem te, csak hogy tehát aki le akarta váltani Tarlós, az tök egyértelmű volt, hogy hát kénytelen a Karácsony Gergőre, bármit is gondoljon róla. Én Budapestre adtam volna, én is ezt szavaztam volna a Karácsony Gergőre, tök mindegy, hogy mit gondolok erről, mert azt akarom, hogy biciklizem be másnap. Tehát, hogy... Az volt a reális alternatíva. Igen. Az volt a reális alternatíva, igen. De én ettől függetlenül egy kicsit szomorú vagyok, mert... Csodálkozol, hogy a racionalitásnak, meg a programoknak nem sok közelebb van. Nem, ezzel nem csodálkozom. No. Ezzel nem csodálkozom. Én inkább abban reménykedem, akkor inkább, hogy a Karácsony Gergők is elolvassák ezt a programot, és abban megpróbálnak behúzni belőle dolgot. Ugye a Puzsérnak tök sok mindenben igaza volt. Tényleg, tehát hogy borzasztó ez a DK-MSZP, a Momentum is, tulajdonképpen ha lemegyek a mélyére, tök hülyék és tök rossz, tehát tökre nem az én pártom, vagy nem szimpatikus, tehát tökre igaza van abban, hogy fullgáz az egész politikai garnitúra, de közben meg elkezd a nőkről beszélni a Puzsér, és ott már én kiakadok, mert borzalmas gondolatai vannak, és még elkezd agresszív módon az egészről kommunikálni, tehát hogy egy
ő inkább egy katalizátor szerepben van szerintem. Tehát a tanulási folyamatnak egy ilyen vad mellékhajtása, ami szintén ad egy kis löketet a rendszer. Mármint a... Hozott egy pár jó témát, ami szerintem fontos volt, de Puzsér hullagáz, én azt gondolom. De mert egy gyakorló elmebeteg nekem, már bocsánat. Tehát, hogy ettől még lehet nagyon okos, meg lehet nagyon jó kampánycsapata egyébként. De... Van egy közel ismerősöm, aki ilyenkor szokta azt mondani, hogy figyelj, Aaron, el kell menned, pozitív kommunikáció, vagy hogy mondják, milyen agresszív mentes. Asszertív. Nem, agresszív mentes, vagy mi? Milyen kommunikáció, mert hogy ilyeneket nem szabad így mondani emberekről, meg címkéz, hogy ilyet nem szabad mondani. Zsuzsa, nem szabad ilyet mondani. Nem. Jó. Elnézést kérek mindenkitől. Egyébként ő abszolút azért, hogy egy pszichiátriai gyógyszereket szedt. De az nem is baj, igen, de ott a vágó volt egy, nem, vágó? Az a vízmesterünk? Vágó. Na, a vágó volt egy méretes pénisz, amikor ezt elkezdte ezt politikába behozni, hogy... Abszolút. Így van, a képviselő. Gergő mellett ő fog ülni. Ebben a hangmelyben. Az milyen csapat? Tényleg? Kovács Gergő és Vágó? Vágó István. Vágó István. 12. ebben két ellenzék. Képviselőtök. Ennyi? Ez a kettő van csak? Nem, ez nem lehet. Nem. Ez nem lehet. Nem. A Gergő nem saját, nem, de azt hiszem egyedül a vágóikot... A vágó megnyerte a körzetét. Ja, hogy ő megnyerte a körzetét? Igen. Hála Istennek, ott mindenki racionális és szkeptikus. Így. Na. Jó, Puzsért... Puzsért kiveséztük. Nagyon stabil embereket kell. Hát én nem tudok semmit a 88. október 23-áról, 10 éves voltam, úgyhogy... Ne is akarjatok tudni. De, én 89-ről tudtam, hogy tehát nem, hogy... Az egy dolog, hogy 86. október 23, meg ugye a Magyar Köztársaság kikiáltása, de mi a 89. október 23? És mi a 83? Mi történt 88? Október 23-án, volt egy meghiúsult ellenzéki tüntetés, amin én ott voltam egyébként. Körülbelül 400 tüntető volt, és 5000 rendőr. És Kossuth téren, vagy hol volt ez? Nem, hát a Gellért téren kezdődött ez a tüntetés ott a Műszaki Egyetem környékén, de ott is rengeteg rendőr volt, utána vonultak át a Batthyány térre, és aztán mentünk át. Egyébként én erre a részére nem emlékszem, ez 31 évvel ezelőtt volt. De véletek, hogy ő ilyen nagyon finom, tehát nem mondta, hogy hány éves volt, mert te mondtad, hogy te 10 éves volt, de a Lilla nem mondta, hogy ő hány éves voltál. Én 20 voltam. Nem akartam kiprovokálni. Én 20 éves voltam akkor, és Debrecenből jöttünk föl, egyetemisták voltunk többen a tüntetésre, mert hogy rendszeresen jártunk föl, március 15-én, meg a Nagy Imre kapcsán, meg mindenféle ilyen Bős Nagymaros, meg mindenféle tüntetésekre jártunk föl akkoriban Debrecenből, és hát akkor is úgy volt, hogy lesz tüntetés, és akkor már volt SKH, meg Bajcsi Zsilinszki Társaság, meg MDF, és mi akkor... SKH? Szabad kezdeményezések hálózata. Jó, az okay. SZDSZ-nek az ős szervezete, és akkor azok hirdettek egy nagy összeellenzéki csendes tüntetést, amit be is jelentettek a rendőrségen, de aztán ezt először engedi ezt a rendőrség érdekes módon, de aztán utána néhány nap múlva betiltották. És akkor ennek ellenére az ellenzék akkor úgy gondolta, hogy mégis kivonul és megtartja a tüntetést, ez egy ilyen csendes tüntetést terveztek, tehát hogy semmi kiabálás, csak transzparenseket visznek, és... De nem olyan, mint a hatházi most. Nem, meg koszorúzni akartak a Petőfi szobornál, talán azt hiszem. És miután engedi ezt a rendőrség, néhány nap múlva betiltották a tüntetést, akkor azt mondták, hogy mégis megtartják, de aztán az történt, hogy a akkor MDF-es bíró Zoltán leült a Posgaival, akkor vasárnapra esett a tüntetés, és ez szombaton történt. Leült a Posgaival, és megegyeztek, hogy lefújják az egész tüntetést, és várták, hogy,
hogy ehhez csatlakozzanak a többiek is. Ilyen előzmények bocsánat, voltak. De a fiatal hallgatóinak mindenképpen ezt honnan tudták? Nem az, hogy mobiltelefonon hogyan beszéltek meg egy időpontot, nem az, hanem hogy a Pozsgai, akkor az MSZMP-nek a... Központi bizottság. Szerintem, hogy a KB-ben volt valaki, valami főmúlt, az Hazafias Népfrontnak az elnöke volt, igen, aki most szeretném jelezni, hogy Fidesz támogató, és szerintem ott magas pozícióban volt. A Bíró Zoltán pedig az MDF-nek volt a vezetőségi tagja. De ezt csak azért akartam, hogy itt lássuk ezeket a kontinuitásokat, hogy a Pozsgai mondjuk honnan, hova indult. És a Bíró Zoltán anélkül, tehát a többiek nélkül ment be tárgyalni, erről nem is tudtak. Tehát az ellenzék többi része erről nem tudott, és úgy ment be tárgyalni a Pozsgaival, és utólag derült ezt ki a többiek, az összes többi fideszes, SZDSZ előtt mindenféle ellenzéki csoportosulás számára. Mi igazából csak azt tudtuk, mikor oda mentünk, hogy lesz valami, de hát azelőtt se úgy voltak a tüntetések, hogy azt a rendőrség engedélyezte volna, tehát hogy mentünk, és akkor azt láttuk ott, hogy alig vagyunk ott néhányan, viszont rengeteg rendőr van, és azt azért már lehetett tudni, azt mi is tudtuk, hogy ezt a... Az a lényeg, hogy azt akkor is tudtuk, hogy ezt a tüntetést lefújták, és akkor mi azt éreztük, hogy cserben hagytak minket. Tehát, hogy ott vagyunk, és hogy nincs mögöttünk senki, és hogy oda mentünk hiába. És ezzel csak valójában azt akarom mondani, hogy valahogy... Nem csak az ellenzék volt megosztott abban, hogy kell végigvinni ezt a milyen módszerekkel ezt a rendszerváltozást, hanem hogy a kapcsolatot is valahogy elvesztette a tömegekkel. Például ezen a ponton, például itt elvesztette, amikor nem vállalta azt, hogy kimegy az utcára, mert félt a gumipotozástól, vagy a vízágyúzástól, vagy Isten tudja, hogy mitől, de nem elvesztette a kapcsolatot az emberekkel, és szerintem ez az, amit hurcolunk, mostanáig hurcoljuk ezt, hogy nem egy alulról építkező demokráciában élünk, hanem azt hisszük, hogy ezt majd meg lehet csinálni, ezt a demokráciát az emberek nélkül. Ez egy jó, végül is beszélgethetnénk egyszer a rendszerváltásról is, mert én is megértem, mint többen megértük azt a felnőtt fejjel már. Majd akkor mi majd csak így hallgatunk, jó? Vagy az öregek itt beszélnek róla. Én még tudok az vízi úttörőségről mesélni. Én el tudom azt mondani, hogy milyen volt, amikor Antal József halála miatt megszektották a kacsemeséket. Azt is. Gyerekeim fel voltak háborúzni. Az nagyon szomorú volt. Én nekem még Kecskeméten Gorbacsovnak kellett gyártanom valami ajándékot. Ugye az még Wikipedia szócikkel is van. Így, az dráma volt, ezt én is elkezdtem. Azóta is ki vagyok ezen bukva. Így van. Na, ne trollkodjuk szét, ez sokkal komolyabb dolog volt, mint amit mi átéltünk. Igen. Kacsemesék. Kész. Egyébként az tényleg durva volt. Nem, az tényleg durva volt. Ülök az ott ágyon. Ott vagy a vasárnap, és így azt hiszem vasárnap. És egyszerűen jön egy ilyen idős bácsi, és jön az a zene, és... És soha nem tudod meg, mi lett a vége. És én előkerestem felnőtt fel, ilyen 30 éves korom környékén, YouTube-ra előkerestem azt, és nincs fönn magyar szinkronnal, hanem fönn van eredeti, tehát angol szinkron, és akkor hogy ez az a rész. Tudom, és vízi úttörő táborban voltam, amikor a Kádár meghalt. Erre én akkor emlékszem. A nagyszülénél voltam, Magyar Bolyban 40 fok volt, és azt mondtam a nagypapámnak, hogy meghalt a Kádár János, húj de jó! És akkor azt mondtam a nagypapám, hogy Áron, nem örülünk emberek halálának. De. Nagypapa, ő tanító ember, tanító volt ott a faluban. Jó tette, igazom. Elnézést, igen, csináljunk rendszerváltásra, persze. Jó. Tehát nem simán, majd de amikor jönnek ilyen művészek, meg az után? Hát... Igyekszünk összeszedni művész szégyelem embereket. Az érestenciám, de igen. Köszönjük szépen a mai figyelmet, kedves hallgatóink!
ez volt a második évad, nem tudom, kb. Ötödik, hatodik adás. Szolgálati közleményként mindenképpen el kell mondanom, hogy tényleg átmentünk az Anchor FM-re, tényleg mindenhova fölkerültünk, Spotify-tól kezdve az iTunes-on mindenütt fönn vagyunk, kérlek értékeljetek minket. Az iTunes-on 5 csillagra, alacsonyabbra nem adjuk, tehát légy szíves, hogy ha már értékeltek, szóval, akkor 5 csillag igen. legyen. Vagy 5 csillag, vagy e-mail, hogy miért is nem 5 csillag, és akkor... Azt lehet, igen. Változtatunk. Fogunk csinálni majd egy ilyen rövid, hát én, majd egy ilyen rövid 30 másodpercet, amit fölrakok a SoundCloud-ra, meg fölrakok az archive.org-ra. Tehát, hogyha véletlenül valaki még onnan hallgatja, keresitek meg, az Anchor FM a végleges, mármint addig, amíg mondjuk csődben nem megy ez az ingyenes szolgáltató, vagy azt mondják, hogy havi $100, mert akkor megint keresünk egy negyediket. Hát akkor patronozunk egy kicsit. Hát azért nem tudom, hogy, annyi, tehát, hogy annyira vagyunk-e jók, hogy őket érdemes támogatni. Hát Anchor FM-ről összejön a $100, azt gondolom. No, szóval köszönjük szépen a hallgatást, és akkor egy jó Gangsta Zoli számmal fogjuk itt ma befejezni a mait. Mert hogy felvidatta az új hajnal, nem? Van. Hajrá. Van ilyen nemzeti hajnal, vagy volt ilyen szerzet, nem? Széljobboksoknak a széljobbosra. Igen, az valami szél dolog volt sajnos. Szerintem egy nemzetnek a hajnala. Szerintem fölvédett. Hajrá. Hajrá, sziasztok. Sziasztok. Hello, sziasztok. Hello. Por, ku, por, yes, por, no, por, yes. Emon, mehet, mi az, simán, Győri, Polgi, Karda, Sián. Örülök testvér, hogy végre kézhez tértél. Tértél. Indul a repcsidu rumliszt, Ferenc, reptér. Import, kogo, made in Deutsch. Tűzök, jetek, népi Deutsch. Kok, szoló, kogo, tisztán. Bok, szoló, kogo, István. Nincse anyag, kurva nagy baj, hívom a havert, anyagot, jaj, Deutsch, csörgött, mindene van, koncert, Győrött, csíkzenekar.